Közös érdekünk, hogy a megye valamennyi településén a 21. századi elvárásoknak megfelelő hulladékgyűjtés, kezelés és ártalmatlanítás valósuljon meg, hangsúlyozta a megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke a projekt záró rendezvényén. Sesták Oszkár hozzátette, három új hulladéklerakót nyitottak meg megyénkben, amelyek a bezárt hulladéktelepeket váltották fel. Az utolsó beruházási elem átadása történt meg ma, amely a nyíregyházi depóniát jelenti. Természetesen további terveink is vannak rekultivációs programokra, illetve a társulás által eddig fejlesztett műveknek, programoknak a tovább fejlesztésére, a hulladékkezelés korszerűsítésére és egyéb programokra. Sesták Oszkár kiemelte, az új lerakók üzemeltetését a társulás 100%-os tulajdonát képező Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Végzi majd. A térségben a környezetszennyezés minimálisra csökkenhet, hiszen a hulladékot most már uniós színvonalú lerakókba tudják szállítani. Roppant fontos az is, hogy minél nagyobb százalékuk kerüljön újrafeldolgozásra. Ebben a szelektív gyűjtésben, újrahasznosításban még a út elején tartunk, hogy úgy fogalmazzak, de az infrastruktúrája már adott, tehát ezzel a szelektív válogató csarnokkal biztosítani tudjuk azt, hogy a szelektíven összegyűjtött hulladék a lehető legtisztább állapotban kerül újrafeldolgozásra. A tájékoztatón kiemelték, a projekt első ütemének megtakarításaiból többek között 15 ezer darab vegyes hulladékgyűjtő edényt, valamint 18 darab járművet is tudtak vásárolni. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságát megyeszékhelyünk vezetése is fontosnak tartja. Ez év tavaszán indítottak el egy zöld programot, amelynek köszönhetően több ezer biohulladékgyűjtőt osztottak szét a lakosok között. Ez egy jó alap arra, amire egyébként a város a programjait is építi, a környezettudatos magatartás segítő programokat, és azt gondolom mindkettőnek az elismerése volt az az aranyhangya díj, amit a Nyíregyháza kapott ebben az évben az önkormányzatok közül országos első helyezést elérve. Azt gondolom, hogy ez az infrastruktúra megépítése a jövőben is megalapozza ezt a jó helyzetet. A projekt zárásaként a szalagátvágásnál kiemelték, az új depónia működik, és a hulladékgazdálkodási program második üteme már előkészítés alatt áll.